Városi Televízió információs műsora. Minden hétfőn, szerdán, pénteken 19 órától. A város híreivel, eseményeivel. Május 28-a van, önök a Pécsi Városi Televízió híradójának szerdai kiadását látják. Jó estét kívánok! Főbb híreink! Ma délután zajlott a Pécsi Orvostudományi Egyetem új kardiológiai centrumának alapkőletétele. A vonat ekkor már nem tud megállni. Akció a biztonságért. Ma van a kihívás napja. Az új kardiológiai centrum ünnepélyes alapkőletételére ma délután került sor a 400 ágyas klinika udvarán. A korszerű és a térségben egyedülálló intézmény a tervek szerint 2 év alatt készül el. Hosszú előkészítő munka, sok küzdelem előzte meg a mai eseményt. Az egyetem és a város korábbi vezetése 15 évvel ezelőtt kezdett el dolgozni azon, hogy a Baranya megyei székhelyen megvalósuljon a magas szintű betegellátás egy korszerű szívcentrumban. Elsősorban is meg kellett küzdenünk a szívsebészet elismertségéért, tehát egyáltalán, hogy jár-e nekünk szívsebészet. Na, ezen túl voltunk, akkor kellett az anyagi alapokat megszerezni, azonban az nyilvánvaló volt, hogy egy ilyen új modern épület elkészültéig nem várhatunk. Tehát az előző vezetés, Kelényi rektor úr, nagyon sikeresen lobbiztak egy első ütem irányában, és ez működik jelen pillanatban. Egyébként is kell az egyetemi akkreditációhoz a szívsebészet egy orvos egyetemen. Na most ez pedig hát méltó otthont fog jelenteni, nem csak a szívsebészetnek, hanem a szívcentrumnak. Néhány éve a dél-dunántúli régió ezen a területen még nagyon rosszul állt. A szívműtétek száma alacsony volt. Azóta a helyzet sokat javult, de a szívsebészet az egész országban fejlesztésre szorul. Az utóbbi időben nagyon sok minden történt ennek az érdekében, többek között az, hogy itt a Pécsi Orvostudományi Egyetemen is a korszerű szívsebészet alapjai le vannak rakva. Egy olyan osztály létesül, ami el tudja látni dél-magyarországi régiót, ahol a legkorszerűbb műtétekre lehetőség lesz, és nem utolsó sorban a korszerű orvosképzés ma már elképzelhetetlen szívsebészeti oktatás nélkül. Dr. Lépes Péter és dr. Bauer Miklós ünnepélyes alapkőletétele jelképesen útjára indította az építkezést. Az új kardiológiai centrum a tervek szerint 2 év alatt készül el, s a KOTE fejlődésének jelentős állomása lesz. Egy újabb lépés a legmagasabb szintű betegellátás felé. Együtt kellene valami okosat kitalálni a kisebbségi ügyek megoldására, mondta a Baranya megyei közgyűlés alelnöke az orosz kisebbségi miniszternek. Vyacheszláv Mihajlov a magyar kisebbségi politikáról hallgatott meg egy tájékoztatást. Nyugat-Európában sem sikerült teljes egészében megoldani a kisebbségi kérdést. Ezért jó lenne, ha a földrajzi értelembe vett Európa közösen tudna egy tárgyban tovább gondolkodni, mondta dr. Hargitai János, a megyei közgyűlés alelnöke, az Oroszországi Föderáció nemzetiségi miniszterének. Vyacheszláv Mihajlov az orosz parlament, a Duma nemzeti és etnikai bizottságának, valamint a Finnugor társaságnak elnökeivel együtt érkezett Baranyába. Megyénkben minden 5. állampolgár valamely nemzetiség tagja. Ezért a baranyai kisebbségi helyzet sok tanulsággal szolgálhat a sok nemzetiségű Oroszország törvényalkotói számára is. Hargitai János a kisebbségi önkormányzati rendszert és annak kritikáját, valamint a kisebbségek civil szervezeteit ismertette az orosz kormány tagjával. Mihajlov elsősorban arra volt kíváncsi, hogy milyen anyagi természetű garanciák szerepelnek, vagy kellene, hogy szerepeljenek a magyar kisebbségi törvényben. Elmondta, hazájában mintegy 100 nemzetiség él, ők parlamenti képviselettel rendelkeznek. A területi autonómián túl a kulturális autonómiát kívánják minél inkább biztosítani számukra, mindezt a nemzetiségi törvényben tennék. Magyarországi látogatásuk egyik célja az ehhez szükséges információk, modellek összegyűjtése. Első ízben rendeztek konferenciával egybekötött levéltári napot tegnap Pécsett a Művészetek Házában, amelyen számos pécsi és baranyai levéltáros és történész mellett eszéki kutatók is részt vettek. Sok nemzetiségű megyénk első levéltári napjának fő témája Baranya megye népessége és nemzetiségei 1694 és 1960 között. 1694 a török után újra szerveződő Baranya vármegye tényleges első szereplése, 1960 meg talán, ameddig még történelmi távlatról kissé nagy szóval beszélhetünk. A Baranya megyei levéltár a legfőbb forrás őrzője ennek a térségnek e vonatkozásban is, tehát a primér forrásokat mind a népesség, mind a nemzetiség tekintetében itt találja a kutató és az érdeklődő.
A konferencia részben egyfajta előmunkálatnak is tekinthető egy készülőben lévő történeti demográfiai munkához, melynek részét képezik majd az itt elhangzott előadások, kutatási eredmények. Például a Baranya megyei népszámlálások főbb trendjei, Széchenyi Ferenc reprezentatív népességvizsgálata, vagy az 1944-48 közötti kitelepítések története. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság, a MÁV részvénytársaság és a rendőrség a közúti vasúti kereszteződésekben elkövetett szabálytalanságok kiszűrése és a baleset megelőzés érdekében május 27-e és 29-e között akciót szervezett. Az ellenőrzések az ország több mint 40 vasúti átjáróját érintették. A MÁV-RT statisztikája szerint 1996-ban 46 ember meghalt, 85 ember súlyosan megsérült a közúti és vasúti kereszteződésekben történt balesetek során. A kampány egyik fő célja ezért az volt, hogy felhívják a figyelmet az átjárók és a vonatok környezetében a szabályos közlekedés fontosságára. Az esetek túlnyomó többségében a gépjárművezetőknek a abszolút figyelmetlensége a megállapítható ok. Van, amikor fáradtság, egyéb közrejátszókok megállapíthatók, de van, amikor különösebb magyarázatot nem is lehet rá találni, csak az egyértelmű figyelmetlenség. Foglalkozunk a biztonságnak a aktív fokozásával olyan módon, hogy az átjárók műszaki kiépítettségén igyekszünk változtatni. A MÁV is nagyon sok pénzt fordít erre. Azokon a helyeken, ahol például a kamionforgalom jelentős és sok az elmúlt évek során sok rendkívüli esemény következett be, igyekeztünk a közút felé sebességkorlátozást életbe léptetni, illetve úgynevezett fekvőrendőröket alkalmazni az utátjárók előtti részen. A MÁV-RT a továbbiakban hasonló akciókat szervez majd, és minél több általános és középiskolákba juttatják el oktató és tájékoztató filmjeiket, hiszen a kampány elmondatát nem lehet eléggé hangsúlyozni. A vonat ekkor már nem tud megállni. A Magyar Tudományos Akadémiának 5 regionális bizottsága működik az országban. Pécs mellett Miskolcon, Debrecenben, Szegeden és Veszprémben, amelyek egyenként körülbelül 2000 tudományos kutató tevékenységét irányítják és szervezik. A területi bizottságok képviselői tegnap Pécset tartották éves ülésüket a Pécsi Akadémiai Bizottság Jurisics utca 44 alatti székházában. Az ülésről készített összefoglalón következik azonnal. Az elmúlt időszak értékelése és az idei feladatok egyeztetése mellett két fő szempont szerepelt. Egyrészt a területfejlesztésben való tudományos részvétel, másrészt az akadémiai köztestület működése, melynek tagjai mindazon akadémikusok, tudományok doktorai és kandidátusok, akik felvételüket kérték. Ma az akadémia az egész ország tudósainak a közössége akar lenni, és ez nagyon sok problémát vet föl, hiszen a pár száz ember helyett most körülbelül 10 000 emberrel, a 10 000 magyar kutatóval kell foglalkoznia, és ez nagy mértékben új taktikát, és hát egészen más kereteket kíván. Az Akadémia Pécsi Területi Bizottságának az idei évben 3 fő feladata van. A környezet és egészség problémájának vizsgálata, a területfejlesztés és a gazdasági élet, különösen a mezőgazdaság fejlődésének tudományos megalapozása. Emellett fontosnak tartják a kapcsolat erősítését a felsőoktatási intézményekkel, hogy hozzájáruljanak a jövő tudós generációjának neveléséhez. Az elmúlt évek Pécsett is érintő beruházása volt az, hogy felújították a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem fedett uszodáját. Most különböző akciókkal készülnek a város polgárait megörvendeztetni, tőlük kaptunk most egy felhívást, amelyet ismertetnék önökkel. A Janus Pannonius Tudományegyetem természettudományi karának testnevelés és sporttudományi intézete szeretettel várja 1997. május 31-én, tehát vasárnap, szombaton, az újonnan átadott fedett uszodájában a nagycsaládosokat délelőtt 8 és 12 óra között ingyenes úszásra. A Challenge Day a kihívás napja. Az ezévi versenyek Baranya megyei rendezvényének központi helyszíne Bicsérd volt. A baranyai község a tavalyi második helyezés megszerzésével ismét elnyerte a jogot arra, hogy a kihívás napjának fő programjai itt kerüljenek megrendezésre.
Az éjfélkor kezdődő szellemtúrán közel 300-an vettek részt. Az éjszaka kezdődött kispályás foci és kosárlabda mérkőzéseket, a délelőtt folyamán grundbirkózás, röngcipelő, traktortoló és hulahopp verseny is színesítette. A fő cél az, hogy ez a gyerekeknek, ez nem csak gyermeknap, majális, a kihívásnap és egyben, tehát egy olyan nagy rendezvény, nem szeretjük elaprózni, kisebb rendezvényeket csinálni, legyen egy nagy színvonalas rendezvény. Tehát az a lényeg, hogy közösségben legyenek, együtt legyenek, és helyben is egy közösséget kialakít, hiszen ennek a szervezésével legalább 30 ember foglalkozik, és ezek az emberek nem csak, hogy ezt tudják megtenni, hanem ezáltal a közösségbe másfajta tevékenységre is majd lehet őket serkenteni, hiszen együtt megtanulnak egymás mellett dolgozni, megtanulják a szervezés és egyéb fogásokat, és ha fölismerik, hogy milyen jó tényleg egy olyan cél érdekében dolgozni, aminek látványos eredménye van, vagy mindenki azt mondja, na ez egy nagy durranás volt, akkor lehet őket mozgósítani. A Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület már a második kiállítást nyitotta meg hétfőn este a Rácz Aladár Pince Klubban. A Janus Pannonius Tudományegyetem továbbképző központja és a Közelítés Művészeti Egyesület együttműködésének eredményeként jött létre a tárlat, melyet Hizsnyik Dénes és Palkó Zsolt szervezett és rendezett. Az alkotások az első emeleti folyosón kaptak állandó helyet. Rendkívül szimpatikus számomra ez a kezdeményezés, annál is inkább, mert van egy olyan érzésem, hogy Pécsváros egy statisztikai rekorder, nevezetesen mondjuk az egy négyzetméterre első fiatal képzőművészek számában biztos, és én ebben az egyesületben azt látom, hogy a fiatal képzőművészek, ugye akiket általában az alma mater mindig félteni szokott, hogy mi lesz velük, hogyha kikerülnek a védernyők alól, valahol a kezükben próbálták venni a saját sorsukat, és hát azokkal a módszerekkel, amelyekkel idősebb kortársaik már próbálkoztak, és hát azért ezek a módszerek eléggé beváltak, megpróbálnak kiasítani maguknak egy kis tortát ebből a mi kis magyar műtári piacunkból. Az imént látott felvételek a Közelítés Művészeti Egyesület tagjainak állandó kiállításán történtek. Ezeket ma nyitotta meg délután 3 órakor Komor István, a Janus Pannonius Tudományegyetem Szántó Kovács János utcai épületében, tehát ott látható ez a kiállítás, és a következő kiállítás, amely most következik majd, azt található a Rácz Aladár Pince Klubban, és ezt a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület rendezte. Kertvélyesi Lajos képzőművész kiállításának megnyitóján a Mánfai Cigány Hagyományőrző Együttes adott műsort. A tárlatot a művész megsegítésére és otthonának újjáépítésére rendezték meg, melyen Kertvélyesi Lajos megfelelő öltözet hiányában nem tudott megjelenni. A Kertvélyesi Lajos Patapoklisában élő cigány művésznek rendeztünk kiállítást alkotásaiból, mely nem csak régi képeket, hanem már új alkotásokat is bemutató kiállítás. Ez azért is jelentős, hiszen a művész egy újfajta ábrázolásmóddal is jelentkezett az elmúlt időszakban, és fontosnak tartottuk, hogy ezt is bemutassuk a tágabb környezetnek. Másrészt szeretnénk felhívni a figyelmet a művész nehéz helyzetére, hiszen összeomlott a háza, vályokból készült háza, és szeretnénk neki egy újat felépíteni, és szeretnénk majd gyűjtést rendezni, és a képei előadásából befolyt összeget erre a célra fordítani. Holnap reggel 9 órától tartja soron következő ülését Pécs megyei jogú város önkormányzatának képviselőtestülete. A napirendi javaslatban 10 pont szerepel, köztük a város költségvetésének 1996-os évi zárszámadása, Pécs város egészségügyért közalapítvány létrehozása, a város energiakoncepciója. Beszámoló hangzik majd el az itt élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről, és tárgyalnak a városi sportcsarnok névadásáról is. A javaslat szerint egy régi, kiemelkedő pécsi sportolóról neveznék el a most felújított intézményt. Kedves nézők, önök a Városi Televízió híradójának szerdai kiadását látták. Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap csütörtökön este 19 órakor jelentkezik szerkesztőségünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!